reggelt! Hát én körülbelül egy fél órája keltem föl, de szerintem ezt hallhatjátok a hangomon. Nagyon rossz éjszakám volt, annyira rosszul aludtam, hogy azt nem hiszitek el. Már igazából este a mai napi teendőimen agyaltam, és hogy hogy fogom megvalósítani, úgyhogy ez egy kicsit ráment az alvásomra. És elsősorban muszáj most leüljek dolgozni, mert brutál sok dolgom gyűlt most itt össze a mai napra. De először is kontaktlencsét kell rendelni, mert tudjátok, hogy szemüveges vagyok. Viszont azt nem tudjátok, hogy én távolra egyáltalán nem látok semmit, és elég rossz a szemem, úgyhogy kontaktlencsét kell rendeljek, mert most van hozzájuk kuponom. És képzeljétek el, hogy itt, amikor ide kijöttem, én próbáltam rendelni kontaktlencsét online, mint otthon, de csak úgy tudok rendelni, hogyha van ilyen orvosi, hát receptnek mondanám, de nem recept, hanem amire így egy szemész ugye felírja, hogy milyen dioptriájú szemüveg vagy kontaktlencsére van szükségem, és amikor online rendelnék, akkor itt Amerikában ezt a fajta ilyen papírt fel kell csatoljam a rendelésem mellé, és hát nekem nincs ilyenem, mert szintén megmondom nektek, hogy én amióta itt vagyok, nem mentem még el szemészhez, így megnézetni a szemem, hogy mennyit romlott, pedig el kéne, úgyhogy ez is felkerül a teendőimnek a listájára. Viszont találtam egy olyan helyet, Kanadába, ahol viszont ilyen minden papír nélkül simán tudok rendelni, nincsen hozzá adó, nincs szállítási költség, nem kérnek ilyen papírt, úgyhogy most rendelni fogunk kontaktlencsét. Én ezt a Biofinityt szoktam rendelni, aminek doboza $40, és ez azt jelenti, hogy 6 darab van benne, tehát egy fél évre jó, hogyha 2 dobozt veszek. És igen, jól láthatjátok, hogy magyar idő van beállítva a gépemen, mert innen tudom, hogy hány óra van, mikor lesz éjfél és egyebek. Most gyorsan meg is rendeljük akkor ezt a lencsét. No, I can't wait for the weekend, waking up next to you. We'll be sharing our secrets, making dreams come true. Let's have a toast for the lovers. Na hát, mivel én nagyon dolgozik, ezért én is dolgozok egy kicsit. A kocsin úgyis már hetek óta készültem kifestegetni az ilyen kis fényezési hibákat, mert ugye meg lett javítva mindene, mármint hogy a nagy ilyen sérülések, amiket csináltak rajta a bérlők. Úgyhogy arra gondoltam, hogy kiecsetelgettem ezeket a kis leverődéseket össze-vissza, mert elég csúnyán néznek ki. Úgyhogy most ezzel foglalkozok egy kicsit. El fog tartani biztos egy darabig. Hát így néz ki, szegény, vannak neki kis bajai. Ezeket akarom kipingelni. Hát egy fokkal szebb lett, de minden egyes alkalommal megfogadom, hogy soha többet nem csinálok ilyet. Kicsit még látszanak a pöttyök, de majd ha megszeret, talán jobb lesz. Motoráztam, hogy jól néz ki messzire. Egy sztorit meg akartam veletek osztani, ami nem annyira jó, de gondoltam elmesélem. Ugye tervezgettük, hogy építjük a flottánkat, veszünk autót, legyen még egy pár. Aztán nagy lendülettel találtunk egy Hyundai Sonatát, nagy örömmel megnéztük, megvettük, $5,800-ig hirdették. Elmentem, megnéztem az autót, kipróbáltam, tesztvezettem, hosszan, röviden, autópályán, mindenhol, tökéletes volt. Megkérdeztem a gazdáját, még magánszemélytől lett véve, mondta, hogy hát tiszta, jó, minden jó, a váltó. Ötször megkérdeztem, hogy biztos jó a váltó, igen, igen, tökéletes, tökéletes, szuper a kocsi. Erre megalkuttam vele $5,200, nagy volt az öröm. Utána gondoltam, hogy hát kicsit azért használjuk az autót, mielőtt fölrakjuk bérelni. És hát használgattuk, hát nem rögtön kiderült, hogy bemelegedett egy jó fél óra vezetés után, hogy elkezdett rángatni a váltója. És elvittük egy váltó szervízbe, ahol már megnézték, és azt mondták, hogy hát ezen a Hyundai Sonatán nem éri meg felújítani a váltót, hanem egyszerűbb egy gyári felújítottat rátenni végül is. És mondták, hogy ez kb. $5,000 körül lenne, szóval
ezzel a lendülettel elengedtük az autót. Aztán így váltó hibásan megmondtuk az új vevőnek, hogy hát ez a helyzet, eladtuk, és így 5000 dollárt kaptunk érte. Aztán egy kicsit buktunk rajta, még ugye a 200 dollár különbséget, az átírást, ezt a szamaszó egy 6-700 dollár bukóba eladtuk, de a lényeg az, hogy nincs itt és nem okoz fájdalmat, fejfájást. Aztán a következő autót majd jobban átgondoljuk, meg majd óvatosabban megveszünk. Gyorsan elmegyek bevásárolni, mert nincs már itthon semmilyen cuccunk, valamint egy kajánk. Megveszek valami kaját, mert már nagyon túlaludtunk délen és éhesek vagyunk. Aztán már a főzéshez sok időnk nem maradt, úgyhogy gyorsan fölveszek valamit, amit Denis szeret, meg veszek egy-két apróságot. A főzés az már kimarad, de általában elég sűrűn főzünk, szerintem 70% vagy 80%-ban. Meg nem szoktunk annyira sok mindent betárazni, mert én jobban szeretem megcsinálni friss cuccokból. Aztán inkább megvesszük pár napra, maximum egy hétre. Nem tárazunk annyira sok mindent be a fagyasztóba, hanem inkább a friss dolgokat használjuk. Na úgyhogy most hoztam is a kis szatyromat, kis kedvencemet, kis körömlakkos. Már sokan megkérdezték, hogy, vagy megdicsérték, hogy milyen szép szatyrom van a boltban. Meg inkább hozom ezt, mint hogy fizessek a szatyoré minden alkalommal. Na úgyhogy megyek, fölveszek, veszek ezt-azt, meghozok kaját. Ennit meg hagyjuk dolgozni. Úgyhogy én boldogítalak titeket. Itt is vagyok, megyek, bevásárolok és jövök vissza. Na a vásárlás meg is jöttem, most meg beugrok a kebab shopba, venni egy kis kaját ebédre. Azt még gyorsan akartam mesélni, hogy ugye megvettem a kaját a kebab shopból, és már párszor ettünk ott, és mindig úgy jártunk vele, hogy rossz kaját adtak, meg összekeverték, meg nem úgy csinálták, ahogy mi akartuk, és megbeszéltük, hogy minden egyes alkalommal meg kell néznünk, hogy mit adnak oda. Na aztán most is az lett a vége, hogy Elinek marha húst adtak, báránya, ahelyett, hogy csirkét adtak volna neki, mint ahogy ő szereti. És egyszer már jártunk így, aztán ott az lett a vége, hogy visszavittük és kicserélettük velük. De most annyira éhesek voltunk, meg ő is, hogy megette inkább, amennyi bírt belőle. Úgyhogy mindig meg kell néznünk, hogy mit adnak. Teljesen mindegy, hogy rendeljük, bemegyünk, vagy online rendeljük, mindig összekeverik. Közben megjött a kukás is, a szomszéd szobát meg festik, úgyhogy mindenki zörög. Hát az autó vége fenn van Gatoránon, az újra hozhat pénzt. Az elmúlt hónapban elég lassú volt, nem volt valami jó. Ilyen gyönge 150 dollárt hozott, de előtte meg jó szerepelt, akkor több mint 900 dollárt. Ilyen bónuszokat is kaptunk hozzá, meg minden szóval 900 dollár felett hozott. Ez tök jó volt. Most majd kíváncsi leszek, mit hoz decemberbe. Na, a porszívóz is a jó kománk. Úgyhogy a festőnk az takarít is. Gondolom lecsiszolta a falat, azt most meg porszívóz. Remélem, halljátok ti is. Hát én nem tudom, milyen szart lehet eddig porszívózni, addig is hoztam egy kávét. Amúgy csak egy fotót festem mennyezeten. És gondolom lecsiszolta a glettet, amit rákent. De hát, hogy mennyit porszívózik? Ez már lassan, nem is tudom, 5 perce megy. Remélem jó kiporszívózza azt a szobát legalább. Na mindegy. Lényeg, hogy karácsonyra kész lesz, meg szép lesz. Na, a véget ért a porszívózás. Én meg közben megkávéztem. Most a Mustangunk visszajött, azt is még el kell takarítani, vagy kitakarítani, de szerintem holnapra marad. Mert azt hiszem, hogy holnap után talán megy el egy pár napra megint. Úgyhogy ebben a hónapban a Mustang nagyon jó termel, úgyhogy kiegyensúlyozza pont a fehér altimát. Na, a fűtés is megy. Minden beindul, ami tud zúgni. Reggel beszéltünk utoljára, most meg már este van, és nem sok mindent láttatok belőlem, de én sem magamból. Holnap van a határidőm, és ma kaptam meg az anyagot, amit a idegbajt tudok amúgy kapni. Nem tudok haladni, nem is tudtam befejezni, mert várom a válaszokat a kérdésekre, amiket ugye feltettem, de nyilván nem tudnak válaszolni, mert alszanak, vagy éppen moskálnak föl, nyilvánvaló ugye az időeltolódás miatt, de
ettől amúgy idegbajt tudok kapni. Ugyanez volt ugye otthon is, csak otthon még rosszabb volt, mert napközben csak a lábamat lógattam és vártam, hogy kapjak valamit. Most már ez egy fokkal jobb, mert most már annyira nem érdekel, mert nem tudok mit csinálni. De ettől függetlenül azért egy kicsit bosszant, és ma annyira fájt a fejem. Fáj a szemem, nagyon-nagyon fáradt vagyok, ma úgy minden olyan nagyon-nagyon nyűgös vagyok, és ilyenek. Szóval ez a mai nap, ez nem az én napom. Nem is vagyok valami nagyon szórakoztató ma, így nem tudom, hogy mivel foglak titeket még így boldogítani. Fel fogok tenni egy arcmaszkot, mert szerintem jót fog tenni, és próbálok egy kicsit relaxálni. Aztán meglátjuk, hogy mit tudok még kihozni magamból. Na, itt vannak az esti partnereim. Ezt fogom használni a szemem alatti karikákra, ez pedig az arcomra. My heart's going boom, boom, boom. You're so beautiful. What a night. Can you feel it too? Girl, I won't let you go. Úristen, úgy nézek ki, mint egy monoklis múmia. Nagyonnak láttam, hogy a maszkot nem mutogattam már tovább a fejemen, mert elég viccesre sikeredett. Viszont, ha minden igaz, akkor holnapra befejezem a melómat, és akkor velem lesztek. Remélem, hogy azért Szabival is jól éreztétek magatokat. És az jutott eszembe, hogy mivel elég nagy kelendője volt a kérdezfelelek videónak, hogyha szeretnétek még ilyen videót így a vlogmas során, akkor tegyétek fel nyugodtan a további kérdéseiteket itt a kommentekbe, és akkor arra csinálunk majd újra ilyen videót, de szerintem már elmegyek aludni, úgyhogy holnap találkozunk. Sziasztok!